Azt hiszitek, hogy elhoztam az Árpit egy csúszdaparkba? Nem, nem, elhoztam egy kis privát hajótúrára romantikázni. Már repül. Bedugó, magyar bedugó. Ilyen hatással marad a tengeri levegő? A hajónak az az eleje, vagy az az eleje? Ez ettől be fogok rúgni. Hiszte, hogy mit beszélünk a lóhoz? Árpitakerék volt, azt hiszem már. Ékes, nézd meg, kizár! Sziasztok! Ahol sziasztok! A romantikát besegít még másik 5600 ember. Olyan kis privát hajó ez. Szóval állítólag azt mondja a Tünde, nem csak én mondom. Ha nem igaz, akkor ő rajta verjétek le, hogy ez a világ legnagyobb hajója. Per pillanat, ez a legnagyobb hajó a világon, a Wonder of the Sea. Tartsatok velünk! Hány ezer embert lehetne fogadni ide? Több ezer, tehát és mit menjek név, tartsak népszámlálást, rögtön az elején. 5-6 ezer ember, tehát most nem mindegy. Egy egész kisvárossal nyaralunk együtt, nem jó ez neked? Így van. Tartsatok velünk, mindjárt elmeséljük, hogy mi mindenen vagyunk már túl. Lucid, itt egy Lucid. Ott egy Lucid. Nem sokat látunk. Egyes terminál, exit only. Látod? Hello, drágám, gyere, krúzoljál egyet! Tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy ilyen repülőgép fölszálló. Csak nem fogunk fölszállni. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen nagyvárosi főtéren vagyunk, vagy egy ilyen plázába. De nem. Itt vagyunk a promenádon. A Bevásárló utcában vagyunk éppen. Mi is most járjuk körül először a hajót, de a boltok már tele vannak. Én mondom, hogy ti is most járjátok először végig. Itt szállnak be az emberek, itt jöttünk itt be mi is. Itt jönnek be, ott is. Igen. Ez egy ilyen kis Bevásárló utca. Milyen órát lehet venni? Nézzük meg. Persze az Árpi rögtön leakadt az óráknál. Hol máshol akadt volna le, ha nem az óráknál? Nagy órák vannak. De egyben leakadtál az óráknál. Nagy órák turistáknak. Tehát is turisták vagyunk. Így van. És itt egy hatalmas kalap, amivel le is fotózkodhatunk, hogyha szeretnénk. De milyen jól néz ki egyébként. De mi csak az egyik szélén vagyunk egyébként ennek a hajónak. Most járjuk mindjárt körbe, és valahol iszunk egy koktélt szerintem. Ó, de művészeti aukció is van, egyből aukció. Licitálhatsz, tessék, az aukció holnap lesz. Én képeimet nem látom itt kiállítva. Mert nincs. Hóha. Azt hiszem, hogy térképet kell majd szereznünk, hogy mindent meg tudjuk nézni, de lehet, hogy föl kéne mennünk a szórakozó részlegekre, és valahol fent inni a dekken, fent. Hát akkor menjünk föl. Valahol fent ígyunk egy italt. Mit szólsz hozzá, kapitány? Fölvetelek. De csak azt mondjátok meg, Árpi, szerintetek hány perc alatt fogja elhagyni a kalapját? A legutóbb 17 perc volt. Mindig ezt szoktam majd. De az első nap még megvan, amikor itt bent a hajóban, ahogy nincs rá szükség. Megveszem, mindig egy fél óráig van kalapom, aztán nincs. Erről van szó. De most meglátjuk, lehet, hogy most végig lesz. Ez borzasztó erős az a koktél. Árpi már megkapta az elős welcome drinkjét. Voltunk, én is voltunk ilyen safety előadáson, tehát megtanultuk, hogy mit kell csinálni, ahol megnyomtak egy gombot, hogy mondták, hogy kész vagyunk, ezzel meg voltunk. Yeah. Viszont a becsek az nem volt egy, hát egy leányáló. Készünk egy italt, hát sokan vannak, hát 5600 embert, hogy nyilván óránként engednek be, vagy tudom, mindig más időpont van, minden ezrediknek mondva. Képzeljétek át egy repülőre is, amikor felszáll az ember, 200 utas, az is egy tortúra. Amikor 5600 utas föl kell szállítani, az még nagyobb tortúra. Szerintem biztos, hogy 5-6 órát rászáll a társaság. Abszolút lehet. Kicsit nem tudom, hogy van mit mondani. Igen. A lényeg az, hogy most már itt vagyunk, bőrönünk az nincs. Olyan erős az ital, hogy ettől be fogok rúgni. És utána bemutatjuk nektek a szobánkat. Berúgni nem fog, de megmutatjuk nektek a szobákat. Én egy kicsit izgulok, mert hát az Árpival volt egy kis vitánk, ugyanis egyszerűen ott hagyta egy embernél, így a két bőröndünket leadta, kész. Hát én megbízok. Magyar vagyok, adjanak valami papírt. Tehát mi van, hogyha nem lesz egyetlen ruhánk sem? Tehát izgulok, hogy a szobánk rajta van a szobaszámot minden, mert ezt elküldték interneten a szobaszámot. Igen, hogy saját magunkra megcsináljuk. Igen, akkor a tömeg van, ugye, hogy mindenkit leadja a bőröndjét, és hát akkor valahogy oda kerül a szobához. Igen, de átmentünk az alien csekkolás
gyorsan is, ugye miután mi nem amerikaiak vagyunk, minket egy kicsit másképp csekkoltak le, több papírmunkát, több papírt kellett megmutatnunk. De most már itt vagyunk, és mindjárt megmutatjuk nektek ennek a hajónak legalábbis egy részét, meg a szobánkat. Az egészet nem lehet megmutatni valószínűleg, de itt vagyunk 7-8 napot, az alatt se lehet megismerni, annyira nagy. Ez akkora, mint egy hatalmas úszóváros. Van rajta 6-8 színház, 5-6 mozi, nem tudom, 40 bár, iszonyat. Igen, de mindent szeretnénk kipróbálni. Semmit nem, de hol fogunk holnap megállni, azt tudod, hogy mi az első megállunk? Fogalmat nincs, ugye? Szerintem a Bahamákon először, aztán utána Puerto Rico, aztán Tahiti, aztán Haiti. Szóval kicsit körbejárjuk a Karib-szigeteket. Kettő koktélt iszik a liftbe. Nincs hangom. Okay, nem akarok ordítani. Én csak a hetedikkel vagyunk. Sorry. Thank you. Erre vagyunk. Arra? De a hatodik emeletnek ezen a része. De az emeletnek. Várjál, akkor lehet ezen át lehet menni, vagy nem lehet átmenni de szerintem? Nem itt lakunk. Nem itt lakunk, hanem amire én akartam menni. 600 valamennyi? Igen. 5300, 5600, 5728, akkor arra mi mennyi vagyunk? 7? 6? Erre, nem? Mert ezen a felén vagyunk. 600. De 600-ig tart. Igen. 600 mennyi a szoba számunk? 66-36. 570-nél vagyunk, 572-nél, nézd meg, már valakinek megőtt a bőröngye. Hát ők szerencsések. Meglátjuk, hogy a miénk ott van-e. Állati hosszú folyosó, nézzétek még arra is, meddig megy. És Tünde is itt jön, és még nem is lehet látni a végét. 584-nél vagyunk, és 6 mennyi a mi szobánk? 636. 6636. Most menjünk először mi is be a szobánkba. 6000, nem 636. Az 6, nem 6000. 6636, tehát 636. Nem ezresek, ezek 500. Jó, de hatodik szint 636, na. Az 636, az nem 6036, az 636. Ott van a bőröndünk, látom. Nem fehér biztos. Bőrönd. Ott vannak a fehér bőröndök. Hát akkor szerencsénk van. Na látod? Sőt. 632. Hello. Hello. Hi. Ott van a mi bőrönünk, tessék, az hajtó előtt. Hát akkor szerencsék van. 36. Megismerem a bőrönünket, tessék. Zsebemben van egy kulcs. Itt van a kezemben már a kulcs. Ez 626 cica. Hát akkor rossz helyen van a bőrönünk. Mivel hányadból lakunk? 636. Ez a mi bőrönünk, és ez nem a 626 egyértelmű. Vagyunk mi? Ez a mi bőrönünk. Ja, rossz helyre hozta. Elnézte, szám összekeverős, a 626-ot meg a 636-ot összekeverte, akkor majd mi áthisszük. Okay. Ha biztos, hogy 636-ban lakunk. Egyértelmű, hogy 636-ban lakunk. Mert lehet, hogy a 626-ban lakunk, ahova letette a bácsi. Nem, 636. 636, keressük meg. Itt lesz balra. 636, ez az itt. Oké. Okay. Na, kérem szépen. Oké, okay. Én kulcsolok. Akkor Tünde kulcsol. Szezám kinyílt. Hát gyertek be a szobánkba. De várj, először beviszem magamat. Vigyed be magadat. Utána behozom a... Én hozom a bőröndöt. Bőröndöt. Még egy bőröndöt behozom. Figyelj, az én cuccom már megvan. Ebből az is kiderül számomra, hogy ugye... De mi itt akarsz? Ki akar zárni? Hékás! Nézd meg, ki zár! Nyissák ki! Kizár! Tessék, gyere be! Automatikusan nyílik, nem tudod feszegetni. Automatikusan bezárodik. Ez a mi szobánk, ez az ágyunk, ez a teraszunk. Szerintem átveszem az árpítól, mindig rángassa a kamarát. Még áll azért a hajó. Még állunk. Még áll. Fasz. Jaj. Jó kis terasz egyébként, nagy. És itt áll a kikötőbe, ez egy ilyen kiugró, van a mi teraszunk. Hát és nézzetek meg hány emelet van. Nekünk nagy méretű teraszunk van, tehát direkt olyan szobát foglaltam, hogy az árpi is boldog legyen, aminek ilyen nagy méretű terasza van, tehát itt nyugodtan lehet bármit csinálni. Itt teljes bármit, privacy-t szerettél bármi volna, van privacy. Tehát, mi az a bármi? Hát pihengetés, iszogatás,
Szopatás? Szogatás? Na jó, na jó, mutassuk meg a szobát. Nézzük meg, hogy mi van a szobánkban. Hát van egy ilyen kis kanapé. Kanapé, egy kis pihenő rész. Ez az ágyunk. TV. Ott vagyunk mi. Hello. Hello, sziasztok. Van egy kis dolgozó részünk, tehát én itt fogok szerintem sminkelni. Tehát most ezzel azt értük el, hogy itt tudok sminkelni alkalmas. Ezen a részen. Alkalmas, igen. De az ágy az... Igen, de megmutatom nektek, hogy milyen a férfi szekrény. Na, ez a férfi tehát, szekrény. Ez a férfi szekrény. Tehát egy férfinak elég ennyi ruha, nem? És van női szekrény is? Igen, van rendes női szekrény is. Oh. Ez a női szekrény? Ez a női szekrény, látod? Igen. Már van téve két kis bőröndünk, akkor mégis csak tudták, hogy hova kell jönni. És itt a fürdőszoba? Így bizony, itt van a mi kis fürdőszobánk. Millen nincs. Lehet, hogy be kell dugni a kulcsot, nem? Be kell dugni a kulcsot? Igen. Oda akkor be kell dugni, és akkor lesz áram. Keresem a kulcsot, hogy bedugjam. Oké, megvan a kulcsunk. Mindjárt bedugtuk, hangos akkor bemondó. A fogadás is van. Szóval ez sőt, a kis kabinunk. Sőt, bekapcsolt a tévé, hogy nem. A very good afternoon and welcome aboard. Welcome aboard. Halljátok? A kapitány beszél, hallgass. Arra, hogy a bedugta a tünde, megszólalt a kapitány. A hajó komplett. Indulunk. Most, hogy a kapitány befejezte. A kapitány befejezte, hogy így meg tudom mutatni nektek a szobánkat. Ez a mi kis ágyunk lekerekítve, hogy ne üssük be a lábikánkat. Látod, azért van lekerekítve? Hát meg ugye ígértem neked, hogy ez ilyen kis romantikus kettesben lesz, és jó romantikus kettesben kis kör alakú ágy. De mást is ígértél. Tudunk aluszik. Ó, van egy rossz hírem. Szivacsány? Két ágy. Nem gumiágy? Vagy nem ilyen vízágy? Nem vízágy, nem. Nem vízágy. És itt van a mi kis fürdőszobánk. Itt van egy tusoló. Ilyen szép nagy tusolónk van, a kis mosdónk, a vécénk, úgyhogy pont annyi, amennyi kell. Nem először vagyunk hajón, szerintem ez az eddigiekhez képest egy nagyobb kabin, mondjuk eleve nagyobb kabint kértem, amennyire csak lehetett. Ami számomra hihetetlen, hogy ez egyébként egy négy személyes kabin a kihúzható ágyja. Elhúzható volna a srácokat is, valakit közülük, legalább kettőt. Két lány. Szóval ezt ki lehet húzni. Azért az például figyelmességre ad okot, hogy van 220, tehát magyar 220 is van, van 110, amerikai 110, magyar 220, és van 12 volt is. Tehát most nem a 12 volt, ez sok helyen van, de hogy nem csak amerikai, hanem európai is van, tehát magyar bedugó. Ez a magyar bedugó, ez csak szóval mi magyarok is tudjuk a bedugót használni. Tehát na. Bármikor eljöttök erre a hajóra, lesznek magyar bedugók, és ez az hihetetlen jó dolog, a magyar bedugók, annál jobb nincs, kérlek szépen. Nem, nagyon jó tágas tényleg a szobánk, klíma, szerintem. Klíma van, a klímát be lehet kapcsolni. Na, az azért kíváncsi leszek rá, hogy mint máskor is jártunk már így, hogy klíma ugyan volt, de ugye központilag irányították, tehát nem tudtuk magunknak nagyon állítgatni. Mert nekünk speciális klímaxunk van saját magunknak, így a klíma minket nem érdekel. Belső klímax. Belső, pont ez az, hogy érdekel klímax, minket a klíma. A belső klímax a sokkal jobb, mint a klíma. Nem kell reklamálni. Árpi egy koktélt kapott, de szerintem többet ma már nem fog kapni. Úgyhogy elég volt. Nagyon erős volt egyébként a koktél, és azért mondjuk ilyen állapotban. De erre is megvan Árpinak már előre a teóriája. Miért van ez? Mert az a tervük, ennek a kapitánynak, aki ezzel beszélt, hogy ez az 5600 ember az elején kivaladva a városoknak érted, hogy jó sok alkohol bele, hogy leítassák le őket, hogy mind, ne legyen senkinek reklamációja, ne legyen az, hogy nem tetszik a szoba, vagy túl kicsi, vagy ez piszkos, az piszkos. Minden tetszik, a jó sok alkoholt kapnak, akkor jó berúgnak, és minden tetszik nekik. Ez a taktikájuk. Árpi már is megfejtette. Ajaj, dudálunk. Indulunk. Ezt megszólult a kürt. Na most itt az a kérdés, hogy merre indulunk. Igen, megnézem. De Árpi nem követte figyelemmel a safety, tehát a biztonsági bemutatót, tehát ha hét kicsi és egy nagy, azt hiszem, az azt jelenti, hogy baj van, de meg kell néznem, mert én sem figyeltem oda rendesen. Baj nem lehet. Baj nem lehet az indulásnál. Minden esetre rövidesen el fogunk indulni. Tájékoztatni fogunk benneteket az indulásról. A hajónak az az eleje, vagy az az eleje? Hát nem tudom. Merre fogunk elindulni? Fogalmam nincsen. Szerintem az az eleje. Az az eleje.
és az a hátulja, az a tatja. Szerintem meg az az eleje. Nem, Tünde, az az eleje, arra megyünk. Hát nézd, mi középen vagyunk, ez biztos. Középen vagyunk. Tehát, igen, tehát hogyha egy tanulságot... Kevésbé ráz. Legkevésbé itt mozog a hajó a közepén, bár én hoztam gyógyszert, ha netán tengeri beteg lennék, mert az árpa egy nagy öreg tengeri medve, de én nem vagyok az sajnos, tehát én igencsak megviselt állapotba tudok kerülni, úgyhogy már megtanultuk, hogy csak a hajó közepére foglalunk, és nem is túl magasra. Nos, mi a hatodik emeleten vagyunk a 18-ból, ugyanis tudni kell rólam, hogy tériszonyos vagyok. Tehát hatodik. Nekem ez az üvegkorlát itt, ez itt maga a pokol, hogy én ezt itt innen látom, hogy én látni fogok nem kifelé. Szeretem. Hát tudod, hogy nem, úgyhogy... De túl fogjuk élni, édesem. Mi van, hogyha lefestem? Erre a 7-8 napra átfestem fehérre. Úgyhogy... De... Bírni fogom, megígérem, hogy bírni fogom. Moztam gyógyszert, minden rendben lesz kicsim, jó? Éppen leültünk az étterembe. Megígértük nektek, hogy az indulást bemutatjuk. Most indultunk el, és kinek volt igaza, arra megyünk. Mert ezen az oldalon vagyunk mi is. Hát akkor volt neked volt igazad. Még nem rendeltünk. De bosszúból akkor csigát rendelek neked, még nem rendeltünk. Nagyon sokfajta előétel van, mint ahogy látjátok. A második is nagyon sok, és a deszert is nagyon... Hát sok, úgyhogy miután elindultunk, szépen megkajálunk, aztán majd találkozunk. Ott van Tündérke is, még semmit nem rendeltünk, mert most ültünk le, és egyből megmozdult a hajó, gondoltam, hogy gyorsan közvetítünk nektek egy indulás. Ott itt is húz föl egy lift. Ott jön egy lift, húsz, igen, de szerencsére nekünk. Itt húz föl valaki. Az Árpirában kattam a liftekre, én nem tudom, hogy tehát, édesem, ilyen hatással van rád a tengeri levegő? Nem. Jó kis bár. Igen, bár mindenütt, itt még nagyban megy az élet. Úgyhogy... Itt biztos, hogy nem magyar énekel. De hát mindenütt tömeg van még. És ott a felemelkedő bár. Ugye elintéztük, hogy milyen túrákra fogunk menni a különböző szigeteken, és most ma este elmegyünk egy vízisóra, amire nagyon kíváncsi vagyok, állítólag nagyon-nagyon jó, úgyhogy hát reméljük, hogy tényleg jó lesz, de úristen, itt egy ringis pőcica a hajó közepén, igen, most úgy őszintén. Meg egyáltalán ott van a... Képzeld el, azoknak, akiknek ide nyílik a szobájuk. Azok megszívták. Hát azok ez... megszívták, és nem a vízre, hanem ide a belső hát részre. Az úgy foglal, de az, hogy van egy ringispil a hajó közepén, ez azért nagyon nem durva. Semmi, úristen, hihetetlen. És itt is van egy újabb bár, tehát a hajónak ezen a részén meg is voltunk. Én megmondom őszintén, azon a csúszdán, mert az ott egy csúszda. Az. Azon szeretnék lecsúszni. Jaj! Holnap lecsúszhatsz, jó? Elintézem neked, hogy emekszem az eltök, hogy az Árpi lecsúszom. Ígérjük, hogy meg fogjuk mutatni az egész hajót. Jó lenne lecsúszni. De most a vízisóra koncentrálunk, mert az jön most. Elmegyünk a vízisóba. Azt azért el kell mondanunk, hogy hát nincsen jegyünk. Rezerválni kellett volna a helyet, viszont be lehet ülni akkor is, hogyha az ember nem rezervált, ha elég korán jövünk. Tehát olyan magyarosan megoldjuk ezt. Hát 10-15 perc előtte vagyunk most, hogy be fogunk tudni. Az fél óra is, de megoldjuk. De a lényeg az, hogy ilyen akvasón, ilyen vízisón még soha nem voltunk, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok. Állítólag ez a világon az egyik legklasszabb hajón lévő só. Eleve az hajón vízisó, az maga az őrület. Úristen! Igen, ez a csúszda. Az nincs az az itt, Isten, itt hogy én ezzel lecsúszok. És odét indul. Nincs az az Isten. A hideg is kirázott. Hát ugye van só, van... Bors. Bors. Meg vízisó. Mindjárt kezdődik. Egyszerűen hihetetlen nagyon, volt. Én mindig a hatása alatt vagyok. Nagyon-nagyon komoly színvonalú show volt. Valahol igen, a vízi show, a Cirque du Soleil, a vízi akrobatika, akkor még ott kötél felettünk is jöttek. Igen. Cirkuszi akrobatika, hát minden volt benne. Az a lényeg, hogy 20
én ahogy számoltam, 28-29 lány volt. De lehet, ez nem tökéletesen számolt, de körülbelül ilyen számú akadták elő ezt a műsort, és mind nagyon profi volt. Volt köztük pár nagyon profi hát, kötéltáncos. Hát én úgy tudom, hogy volt olimpikonok is vannak köztük, a szinkronúszók között például, és valóban vannak akrobaták is köztük. Hát ugye azért most gondoljatok bele, ez a hajó közben megy? Én nem, milyen sebességgel megy egy ilyen hajó? Hát 15-16 és 15 és 20 csomó között. És a kislány ott felettünk iszonyatos magasan a kötélen mászkál. Tehát én azt hittem, hogy én kapok szívinfarktus. Oké, okay, láttam, hogy ki van kötve. Mindjárt elmegyünk a szobába, és akkor kimegyek a teraszra, és akkor megmutatom, hogy milyen sebességgel megy a hajó, oda nem akar kijönni a teraszra. Nem, mert ennek üvegkorlát van, és azzal nekem gondjaim vannak. Na. Viszont nagyon-nagyon fantasztikus volt az, amikor felettünk repültek például. Korog, már megy. Az Árpa, ez így nézte a csajokat alulról. Hát, domborulatokat figyelem mindig. De ugye itt a fénysótól kezdve... Meg egyáltalán az, hogy tudták ötvözni például a szökőkút részt az akrobatikával és a táncot. Szuper volt. Mindegy. És az is zseniális volt számomra, hogy egyszer eltűnt alóluk a víz, aztán visszajött hát a víz, tehát az egyértelmű. Vízbe fölhúznak egy ilyen emelőt, és az lesz akkor a szint, és ezt több helyen meg tudják csinálni, hogy csak középen van egy út, meg tudják csinálni úgy, hogy az egyik oldal, a másik oldal a mély. Nagyon mélynek kell lenni, amikor magasról beugrik valaki, föntről, igen. Akkor nagyon mélynek. Úristen, hát amikor olyan... 6-7 méter mélyek kell lenni. Hány méter magasról ugrottak le, amikor olyan nagyon magasról... Én azt hittem, hogy a szívem megáll, mert előtte meg még ott topogtak a vízbe, a bokáig érő vízbe. Sót láttunk, amit Vegasban is megirigyelnének. Igen. Vízi sót a vizen, egy hajóban, vízben. Mozgás közben. Menet közben, úgyhogy fújt is a szél egy kicsit, úgyhogy azt gondolom, hogy ez iszonyatosan jó élmény volt. Tehát, hogyha egyszer ti is hajóra szálltok, akkor semmiképp ne hagyjátok ki a különböző sókat. Így van, meg a borsot sem, hogyha jó ételt akartok enni. Nagyon viccesek az emberek, ahogy mennek itt, és nézik, hogy a lónak beszél. Jó, mutassuk meg, hogy minek beszélünk, várjál, megmutatjuk. Nézzétek, igen. Tehát a kamera állványunk per pillanat. Nem, ezen a lóvon volt, az előbb jött egy nő, és nézte, hogy a lónak beszél. Az arcán szóval az itt volt. Ültök, itt. Úgyhogy... Nézd, hogy mit beszélünk a lóhoz. Árpinak elég volt, azt hiszem már lehet egy kicsit tengeri beteg, és azért félre beszél, és a lóhoz is beszél már. Srácok, reméljük, hogy tetszett a ez volt mai beköltözéses hajókázás. Ez a beköltözéses nap, és együtt egy show volt a nap végén. Örülünk, hogy velünk voltatok ezeket a paplan fölé. Most is nézett valaki, hogy miért beszélek a lóhoz. Azt mondja, van egy hülye hajó. Aki a lóhoz beszél, hát hogy mindjárt jön a security, hogy sziasztok. Jó, gyereke, orvos. Sziasztok. Legközelebb az egész hajót is megmutatjuk nektek. Puszi, ölelés, írjátok meg, hogy mire vagytok még kíváncsiak. Mindenre. Sziasztok. De a kezeket a paplan fölé elmaradt. Mondd el, hogy kezeket a paplan fölé. Kezeket a paplan fölé. Árpi, annyira röhög, sír, folynak a könnyei, úgyhogy akkor én mondom helyette, hogy ezeket a paplan felé,
legyetek jó. Lájkoljatok, puszi. Nagyon jól menne neked egy kis szörflecke, mit szólsz hozzá? Most így ebben a ruhából hasonljak bele. Gyerekek, ne szórakozzatok velem, egy italt szeretnék. Tartsd az arcodat. Félek, hogy egyáltalán föl kell mennem.